tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények! Klaudiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 52. adása. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Előző adásunk egy technikai hiba miatt nem került bemutatásra, amiért elnézést kérünk, de ezt most pótoljuk, a téma pedig a nemzetközi klímatudósok által még augusztusban kiadott jelentés bolygón klímájának katasztrofális változásáról. A téma tudományos vizsgálatában beszélgető társam lesz Ivanis Rigel Klaudia, földrajztanár, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia! Sziasztok! És Vince Miklós fizikus és klímakutató, az MTA LTE elméleti fizikai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Szia Miki! Sziasztok, sziasztok! És én ezt látod már tudom fejből, nem is kell olvasnom. No de, az éghajlatváltozási kormányközi testület, melyet mi most az adásban az angol rövidítése alapján IPCC-nek nevezünk, maga biztosan állítja, hogy nincs kétség. Az ember hatása miatt melegedett az atmoszféra, az óceánok és a szárazföld, és ha nem teszünk valamit, akkor nagyon meg fogjuk szívni. Bárhogyan is, ez az egész szerintem olyan, mint a katasztrófa filmekben, amikor vannak a kutatók, a tudósok, akik évtizedek óta mondják, hogy ha így folytatjuk, akkor baj lesz, és vannak a politikusok, akik rendszerint nem szeretnének meghozni olyan népszerűtlen döntéseket, amik a hétköznapokban bármi kényelmetlenséget jelentenek az állampolgároknak. Ezért általában már akkor történik érdemi lépés a kérdésben, amikor már túl késő. A holnap után a 2012 vagy a maximum hollywoodi filmek minőségéről és tudományos megalapozottságáról persze lehet vitázni, utóbbi kettőről mi is fogunk az évadban, de ezek jól példázzák megalapozott félelmünket a klímaváltozások okozta negatív hatásokról, melyek szélsőséges esetben akár fajunk kihalásával is fenyegetnek. A 42 oldalas tanulmány szerint, amelyet a Telex cikkéből szemlézünk, az ember által a földnek és rendszereinek okozott az évszázados, évezredes időtárban visszafordíthatatlan változásai következtében az óceánok melegednek és egyre savasabbak lesznek, míg a hegyi és sarki lecserek még évszázadokig olvadnak majd. Az IPCC 42 oldalas dokumentumát Antonio Gutierrez ENSZ főtitkár úgy nevezte, hogy vörös kód az emberiségnek. A Parallaxis mai adásában megvizsgáljuk a jelentésből elénk táruló sötét jövőt, de kezdjük talán azzal, hogy nektek melyik a kedvenc katasztrófa filmetek a témában, és miért. Claudia? Hát igazából a kedvenc katasztrófa filmem az nem annyira ebbe a témába vág, mert az nekem, <laughs> tudom, ez most nagyon rossz lesz, de, de igazából nekem az Armageddon. <laughs> Tehát tudom, az, az Armageddon az, az az annyira rossz, ami szerintem már jó kategória. Nem, 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 amiket igen, de az, amiket Ádám felsorolt, azok sokkal rosszabbak egyébként. <laughs> ez igaz. <laughs> ne pironkodj. Tehát, De... tehát, hogy a katasztrófa filmek, akkor, akkor inkább akkor maradjunk azoknál, amik mondjuk aszteroida becsapódás, kicsit akciódúsabbak, mint mondjuk egy klímakatasztrófa? Most nekem maga az Armageddon az, az azért, mert én gyerekként nagyon szerettem Bruce Willis-t. Igazából megláttam ezt a filmet, talán voltam 12-13, és, és, és tehát néztem gyakorlatilag. Holott van egy sokkal jobb ilyen hasonló témájú filma Deep Impact, de hát azt úgy, úgy sokan nem ismerik, meg mellőzik. A katasztrófa filmek közül, amit még szeretek vár, az meg pont vulkános, az a Dante pokla. Nem tudom, azt így ismeritek e Igen, de olyan vagy, mint egy politikus, ügyesen kikerül el a kérdést, bár azért, hogy írtam geri Sinis mellé most már Bruce Willis-t is. Ja, igen. A listára, <síns> Klaudia. Tehát amiket felsoroltál, gyakorlatilag azok vannak, ugye 2012, holnap után, mag, és ezek olyan szinten uh, tudománytalanok, hogy, hogy valami borzalmas. Uh, tulajdonképpen rendesen csak a 2012-t uh, láttam filmen, tehát a holnap után már meg sem néztem. A magot sem, most nyilván, hogyha majd hm. erről fogunk... Rá leszel kényszerítve. Rá igen. <gül> igen. <gül> a kedves hallgatóknak meg annyira már szóba került ez a két film, akkor közben kikerestem, hogy a dupla becsapódás veszély Deep Impact és Armageddon című parallaxis adásunkat, hogyha valaki szívesen meghallgatná, mert még nem volt hozzá szerencséje, az is megtalálja a Ez egyébként a harmincadik Parallaxis podcast volt, szóval, szóval igen, ezt, ezt mi, is, mi is már egyszer fel dolgoztuk ezt a két remek filmet. Amúgy egyébként azt gondolom, hogy az, ami miatt egyébként a klímakatasztrófát, vagy nevezzük hogy én nem nagyon szeretem úgy ezt a kifejezést, de tudom, hogy mostanában ez a, a leginkább teretnyerő, úgymond, ez a klímakatasztrófa, Szóval, hogy ez egy olyan katasztrófa, ami nem olyan, lát, nem, nem olyan könnyen megfilmesíthető, mint egy aszteroida becsapódás, vagy bármilyen más kataklizmikus dolog, és éppen emiatt ez pontosan az a dolog, ami miatt egyébként az emberek kevésbé veszik komolyan. Tehát, hogy pontosan amiatt, ami miatt nehéz ezt az egész bonyolult folyamatot, ami hosszú távon fejti ki igazából igazán a hatását, ezt nehéz egy kétórás akciódús filmbe belegyömöszölni, tehát gyakorlatilag lehetetlen. Ez ugyanez az ok miatt van az, hogy az emberek sokkal inkább hajlamosak legyinteni talán enne, ezeknek a következményeire, mint például ugye az aszteroida becsapódás témakörére, amiről ugye múltkor, vagy nem annyira múltkor, de az előző podcastunkban ugye azt is Weikártal beszélgettünk. Szóval ezért itt, itt nehezebben, el, nem, nem annyira jól látszik az, a, mi az, hát az, hogy mondjam csúnyán, az ellenség. Tehát, hogy, 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 hogy mi ellen kell küzdeni, és a magban ugye hát a Föld magja csinál valamit, ott az is egy ilyen hirtelen, hirtelen változás. És az a baj, hogy a legtöbb változás, olyan most szembenézünk, az nem ilyen jellegű. Neked egyébként a témában van kedvez filmed, Miklós? Hát figyelj, én úgy vagyok vele, mint ahogy te, vagy ahogy Claudia is mondta, hogy, hogy van az a film, ami annyira rossz, hogy már jó. Tehát, hogy ugye én ebben a műfajban, tehát én az az ember vagyok, aki tudjátok, hogy, hogy én szeretem az ilyen kategóriás dolgokat, és ilyen szemmel egyébként én nekem a hol, holnap után az, amin így visítva tudok röhögni, de azt hiszem, hogy csak azért, mert én a magot még nem láttam. De amit én hallottam a magról, az olyan, hogy, hogy hát szerintem majd térjünk erre vissza, ha majd annak lesz a kibeszélője, mert simán lehet, hogy az át fogja venni a vezetést, tehát igen, azt jól mondja a Klaudia, hogy ezek tudománytalan marhaságok, persze, de pontosan azért valahol szenzációs szomorúan szenzációs, amennyiben valaki komolyan veszi, de, de hát azt nem tudom megítélni, de hát arra vagyunk itt a parallaxis, hogy majd elmeséljük, hogy hogy van ez a valóságban. Körülbelül 10 évvel ezelőtt készítettünk ezt az epizódot, vagy mondjuk 15 évvel ezelőtt, akkor olyanokról beszélgetnénk, hogy biztos majd magához tér az emberiség, amikor mondjuk nem olyan telek következnek, amikor nincsen hóesés, vagy itt Magyarországon, Budapesten, vagy, vagy olyan nyarak, amikor hőségriadók követik egymást, és 40 fok van tényleg árnyékban itt a mérsékeltövön. Akkor úgy gondolnánk, hogy, hogy majd, majd fölébred az emberiség, mikor ilyen egyértelmű jelei lesznek. A klímakatasztrófának, vagy a klímaváltozás extrém hatásainak. Viszont most már azért viszonylag itt tartunk. 90-es években azért volt ennek egy ilyen kis hulláma, akkor én például kölyökként úgy gondoltam, hogy a, a környezetvédelem beleértve akár a klímavédelmet is, az egy trendi és népszerű és fontos dolog lesz a következő évtizedekben, és holott azt látjuk, vagy én legalábbis azt látom, hogy az elmúlt 20-30 évben kikerült a figyelem középpontjából, és mostanában kezd újra és újra előjönni, elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek miatt világszerte. Minek kéne történnie, szerintetek, ahhoz, hogy az emberiség magához térjen? Hogy hát cselekedni kell? Ne, nem vagyok biztos benne, hogy ha valami látványos dolog történne, tehát ahogy ugye mondtátok is, hogy, hogy azért megfilmesíthetetlen ez, mert, mert nem olyan látványos ellenséggel állunk szemben, mint egy aszteroida becsapódás, tehát nem tudom, hogy mi lehetne az a látványos dolog, ami történhetne arra, hogy hogy az emberiség úgy, úgy konzekvensen fölébredjen, tehát... Mert, mert ugye ez egy lassú folyamat. Igen, de most tíz év távlatából is nagyon jól észleljük a változást. Hát igen, de ugye ahogy te is mondtad az elején, kellentétek állnak egymással szemben. Tehát vannak a, vannak a környezetvédők, meg a környezettudatos emberek, akik fölhívják arra a figyelmet, hogy, hogy olyan klímaváltozás van, ami az emberiségnek a végét jelentheti, meg vannak a klíma változás tagadók, és vannak a politikusok, nyilván nem mindegyik, de vannak politikusok, akik azt mondják, hogy hát jól van, legyen, de, 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 nem hozunk semmilyen változást, nehogy ugye az bármi kényelmetlenséget okozzon. És az a baj, hogy amíg ez a három réteg nem, nem, nem jut egy véleményre, már pedig arra, hogy klímaváltozás van, és tenni kell ellene, addig szerintem itt megoldás nem igazán lesz. Hát igen, most említetted azt, hogy mi történt 10-11 néhány éve, és, és ahhoz képest mi a predikció most, és ugye az IPCC jelentés kapcsán, vagyis apropóján készítjük ezt az adást, és emiatt aztán érdemes összenézni, hogy, hogy ugye a mostani, ami ugye még nem teljes egészében jött ki, egyébként, ez a hatodik ilyen értékelő jelentés, assessment reportja az IPCC-nek, aminek egy részét publikálták most, egy részét csak jövőre fogják publikálni, de ugye ezt hogy nagy, néhány évente kiadnak egy ilyet. Most a, ezt a hatodikat összenézzük mondjuk a negyedikkel, ami mondjuk 2007-ben lett kiadva, akkor bizony azt látjuk, hogy lényegében ugyanazt mondják. Tehát, hogy, és egyébként minden trend, amit megfigyeltek akkor, amit ezekben az összegző jelentésekben leírtak. Ugye ezt úgy kell elképzelni ezt, hogy a több ezer klimakutató csinálja a dolgát, és rengeteg tudományos cikket jelennek, jelentetnek meg, tehát tízezresével tényleg folyamatosan jönnek a cikkek, és akkor van ez a kormányközi testület, aminek egyébként több alcsoportja is van. Ez tulajdonképpen ők, Akkik az a dolguk, hogy a tanulmányokat átnézzék, és, megné és, és tulajdonképpen arról írjanak egy jelentést, hogy a jelenlegi helyzetről mi úgymond a tudományos konszenzus. Mert nyilván a tudomány az úgy működik, hogy vannak benne viták, de hogy mekkora viták vannak, és mi az, amiben egyetértés van. Ugye kb. ez az, amit így néhány évente kiértékelnek ezekben a riportokban, és egyébként nyilván tanácsokat is megfogalmaznak az emlegetett politikusoknak. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi volt mondjuk 2005-ben, akkor láttuk, hogy akkoriban mit tudom én az volt, hogy átlagosan 3,1 milliméterrel nőtt például az éves átlagos globális tengerszint. Na majd ezt mindjárt, egyébként ugye a szenzációs 3,1 milliméter, tehát az icipici, ugye mindannyian láttunk már tengeri hullámokat, tehát most nyilván ez elhanyagolható, tehát mi a francról van szó meg, hogy lehet megmérni, ugye? Jó kérdés. Például ugye műholdas radarrendszerekkel lehet megmérni földkörüli pályáról, és, a, és nyilván a tengerfelszín pillanati kitérésének a, a téridő átlagát számolják. Ki, tehát, hogy átlagosan ennyivel, ami persze röhelyesen hangzik ahhoz képest, hogy ilyen félméteres, egyméteres, sőt több méteres hullámok vannak. Tehát, mi az a 3 mm? Na jó, 2005-ben az volt a helyzet, hogy évente 3,1 mm növekedett, ugyanez a növekedés megmaradt azóta is. Sőt, hogyha az azóta eltelt időszakra illesztünk, akkor picit még nagyobb, 3,3 mm per év jön ki. Na most egy, egyébként ez baromi jól mutatja, hogy mi az egészben a csapda. Ugyanez a helyzet egyébként a globális átlaghőmérséklet növekedésével, ami, ami ugye szintén nagyon pici ahhoz képest, hogy, hogy mekkora változásokat érünk meg akár napi vagy évszakos szinten. Oké, tehát az, hogy nyáron vagy télen mitől mínusz 20 fok van vagy ott talán, és mínusz 10, nyáron meg 40, ugye hát ez, mi ez egy 50-fokos ingadozás. Most ahhoz képest furának hangozhat, és ezért nehéz elképzelni a dolgot, hogy, hogy, hogy ezek a jelentések azon pattognak, hogy mennyire rossz lesz nekünk, hogyha 2050-re a globális átlagőmérséklet másfél foknál jobban megelme, meg. Megemelkedik. Ugye? Tehát ugyanúgy, ahogy a tengervíznél is a 3 mm, az baromik komoly dolognak tűnik, és őszintén szólva a hétköznapi szemlélettel élve a másfél fok is baromik komoly talannak tűnik, és éppen ezért, ugye, ez egy nagy probléma, hogy, hogy nem lehet ilyen számokból nem fogja tudni az emberiség emlegetett érdekcsoportjai például nem fogják tudni, se, akár, igyekeznek a tudósok, ezekből a számokból így önmagukban nem fogják tudni behúzni a, ettől a vészféket. Szóval ez nem olyasmi, ami fölhívja a figyelmet az embereknek arra, hogy itt mekkora dolog közeleg. Azt hiszem, hogy, hogy az extrém időjárási helyzetek gyakoribbá válása az egy olyan dolog lehet, ami talán tényleg felhívja a figyelmet, de az a baj, hogy abban meg nincsen akkora tudományos egyetértés még, mint amekkora ehhez kéne. Ez egy gond arról máig dúlnak a viták, hogy most hogy van az a dolog, amit te is mondtál, meg a, meg a sajtóban gyakran előfordul, hogy az extrém időjárási viszonyok gyakoribbá válnak a klímaváltozás miatt. Egy csomószor az egyébként a benyomásunk, hogy ez tényleg így van, de azért ez korántsem sem annyira alaposan megtámogatott tudományos tény, mint az emlegetett vízszintemelkedés, vagy átlaghőmérséklet növekedés, vagy szén-dioxid koncentráció növekedés. Ezekben ugye nincs vita, amivel az emberekre pont jobban lehetne hatni, és hogy az, hogy kapcsolódik össze a klímaváltozással, tehát ezek az extrémek, hogy izé ne, több a hurikán, meg mit tudom én, na ebben azért abszolút van még vita, úgyhogy ez egy, ez egy probléma ebben az egész sztoriban sajnos. Na de a hétköznapi ember szemszögéből nézve azért, ahogy már korábban is mondtam, középiskolások voltunk, akkor mondjuk egy extrém meleg nyári hőhullám az 30 fokos volt, és és már teljesen el voltunk ö, 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 alélva a nagy melegtől, most meg 40 fokok vannak, vagy az, hogy márciusban esett a hó, amikor át kellett ülnünk egy másik autóba, vagy ö, ö, emlékszem egy tizenakárhány évvel ezelőtt egy karácsonyi időszakra, talán 20, december 25-ére, amikor dörgött és villámlott. Tehát, hogy azért megjelennek azok a, azok a, a figyelmeztető jelek. Ugye népszerű téma, vagy újra és újra előjövő közéleti téma az, hogy amikor mondjuk egy városban van egy busz, vagy villamos, vagy metróbeszerzés, akkor bizony rendelkezzen az a jármű klímával. Holott azért ez a 90-es, 2000-es években, és nem feltétlenül technológiailag, azért ez nem volt annyira sarkalatos kérdés, most meg hát utólag kell szerelni szerelvényekre, klímát, mert elviselhetetlen a meleg. Tehát, hogy, hogy azért vannak olyan dolgok, amik, amik azért nagyon erőteljesen előjönnek a mi hétköznapi életünkbe, és inkább a, ebből a szempontból vizsgálnám ezt a dolgot, mert érthető, hogy ezek tudományosan kevésbé alátámasztott dolgok, vagy nehezebben alátámasztható dolgok, vagy nehezebben körvonalazható dolgok, de az átlagembert egyébként is sem az érdekli, hogy a tudomány az, azt Mondja, hogy másfél ö, ö, centit emelkedik a, a tengerszint, vagy másfél fokot a hőmérséklet, hanem úgyis abból szűr le konzekvenciát és abból ért és értünk, amikor az van, hogy már nincs hó télen. Tehát, hogy egy havas szentestéről már csak álmodni merünk itt Budapesten a vidéken is azért hozzáteszem, és úgy mondom, hogy ugye én, én bakonyi vagyok, tehát azért itt, itt keménytelek szoktak lenni gyerekkoromban, és, és tényleg érzem azt, hogy, hogy hát most már évek óta hát fekete karácsony van tulajdonképpen, de lassan az egész tél is fekete lesz, tehát van mondjuk egy, egy hét, mondjuk januárban, meg mondjuk februárban, amikor, amikor esik a hó, és akkor még itt pont velünk szembe jönnek a gyerekek szánkózni, és, és annyi, ahhoz képest meg mondjuk, ami gyerekkoromban volt, hogy három méteres hóembert építettünk, plusz hóvárat, mert annyi hó volt a kertben. Szóval igen, tehát észre lehet venni, de, de én azt gondolom, hogyha a laikusokról beszélünk, hogy szerintem a laikusok hát nincsenek megfelelően tájékoztatva. És ezt most ugye én, mint tanárként szemlélem, tehát a tananyag ilyen szempontból is nagyon hiányos, tehát nem sok minden van. De ez sajnos a, valahogy én azt érzem, ami ott a földrajzot tanítok, meg, meg ugye ötödik természetismeretet, hogy, hogy pont a fontosabb tananyag részek azok, amik, amik hiányoznak és a kevésbé fontosakból meg van benne egy csomó minden, ami, amit viszont szerintem már totál nem kellene vagy nem lenne szükséges. Meghát hát, bocsánat, az iskolapadban könnyű tanulni mondjuk az Antartiszról, vagy az Északi Sarkról, vagy vagy ezekről a dolgokról, miközben a valóság az, hogy amikor a gyerek az iskolapadban ül, és, és erről tanul, és elképzeli, akkor jegesmedvéket, pingvineket, jeget, képzel el, és bizony vannak olyan időszakok, amikor nincsen, Fondos és, van. és a jövőben még kevesebb jég lesz, és, és egyfolytában szakadnak le hatalmas amerikai államnyi méretű jég a sarkvidékről, és olvad, szóval, hogy nem lehet az is probléma, a tananyag, és egyébként a közbeszéd sem tudja ezt nem csak úgy a középpontba rakni, hanem jól példázni azt, hogy, az, hogy néz ez, történik, mert mondjuk nem tudom, nincsen egy 24 órás live az sarkvidékről, vagy, vagy az ember nem is tudja, hogyan elképzelni ezt pontosan. De ebben teljesen igazad van, tehát szerintem is abszolút nem tudják az emberek elképzelni azt, hogy, hogy ez, ez hogyan zajlik. Tehát ugye egyrészt megint visszacsatolok oda, hogy ez egy lassú folyamat, nem vesszük észre, Holott például, pont most olvastam, hogy a, ezek, a, ezek a vénasszonyok nyara, ami most ugye Magyarországon is van, és sokkal korábban is jött, mert azért jóval inkább október eleje szokott lenni, nem pedig itt szeptember elején. Most ugye volt, és és ugye szárazság, tehát ezt biztos, tehát látjátok, hogy nem, nem nagyon van csapadék, és hogy ez is a, a klímaváltozásnak a, a hozadéka, hogy mondjuk a Kárpát-medencében, hogyha ha drasztikusabban megváltozik a, a klíma, akkor itt, itt gyakorlatilag hát egyre kevesebb csapadék lesz, köszönhetően annak is, hogy gyakorlatilag egy hegykorszoron belül élünk. Miklós, szakértőként és klímakutatóként, mit gondolsz arról, amikor ezzel a témával kapcsolatban újra és újra előjön az, és a klímaszkeptikusoknak a legfőbb érve az sokszor, hogy de hát a Föld már sokszor keresztül ment különböző változásokon, klímaváltozásokon, ez is csak egy megszokott klímaváltozás, majd aztán minden rendben lesz. Na igen, most ez a minden rendben lesz az érdekes kérdés, mert természetesen akárki mondja is ezt, igaza van abban, hogy az éghajlat folyamatosan változik, változott minden időskálán. Ez ennél a most jelenleginél sokkal brutálisabb klímaváltozásokról is tudunk a földtörténetben, amikor olyan időszakokban, amikor például egyáltalán nem éltek még emberek. Tehát, tehát ugye két dolog van, és egyébként szerintem ez egy dilemma. Mert ha bár szerintem is, meg hát abban eléggé nyilvánvaló tudományos egyetértés van, hogy, az antropogén hatás, úgymond, tehát az emberi ipari hatás, hogy itt telepumpáljuk, ez, elsősorban az, hogy telepumpáljuk az ipari forradalom óta széndioksziddal a légkört, és az emiatt előálló többlet üvegházhatás hatás, az egyértelműen jelentkezik. Tehát nyilván az emberiség egy befolyásoló tényezője ennek a sztorinak, pedig egy nagyon jelentős, Viszont az is igaz, hogy emberiség nélkül is valóban vannak folyamatosan klímaváltozások, gondoljunk csak a végkorszakoknak a nagyjából szabályosan százezer évente ismétlődő mintázatára, ami az elmúlt néhány millió évben megfigyelhető, de hát a mostaninál sokkal magasabb széndiokszid koncentrációkat is ismerünk a földtörténetből, például a Kréta korszakban, amikor a dinoszauruszok éltek és virultak, és amikor gyakorlatilag a Földön sehol nem volt olyan hely, ahol lett volna állandó jégtakaró, tehát akkor a, bár az Antarktisz már ott volt, ahol most, ugye tudjuk, hogy a kontinensek is mozognak, de az Antarktisz már a, a Krétakorszakban korszakban is nagyjából ott volt a déli sarki pozíciójában, de hát fák voltak rajta, és sétálgattak a dinoszauruszok, tehát a, a légköri széndiokszid szintnek szintje az sokszorosa volt a mostaninak, és akkor ez mind, 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 mind természetes folyamatok eredménye. most ez az érdekes kérdés egyébként, hogy azt, mondja, azt mondtad, hogy aztán majd minden helyre el, és minden köszönni szépen jól lesz. Persze, a, a, Földet, mint olyat, nyilván nem fenyegeti veszély, amit ugye nyilván látunk a Földtörténetből, a brutális klímaváltozások során fagyokat, ökoszisztémákat fenyeget veszély. Tehát egy egész ökoszisztéma össze omlani, nem kell izgulnunk, tehát átadja a helyét majd valami másnak, csak hát ugye az fájdalmas lesz, és akkor ez a kérdés, hogy például mi a tennivalónk? Például, most ez egy érdekes kérdés, ha, kiderülne, ami nem fog kiderülni, csak filozófiailag, tehát etikailag kérdezem, hogyha kiderülne, hogy teljes mértékben természetes a mostani klímaváltozás, az emberiségnek semmi köze nincs hozzá, most ettől függetlenül a melegedés tény, és a, és, a, az, hogy ennek milyen következményei lesznek, az is nagyjából számítható. Hogyha ez egy természetes folyamat lenne, akkor, akkor vajon nem kéne ellene tennünk valamit? Ez egy érdekes kérdés. Azt is lehet mondani, mint amit ugye a, a, természetfilmesek mondanak, hogy ne avatkozzunk be. De hát ez a mi életünk. Tehát, hogy, hogy oké, okay, a, mit tudom én, a jeges medvék kihalásra vannak ítélve, mit tudom én, hát a fajok kihalnak, ez van, ne avatkozunk be. Vagy akkor azt mondanánk, hogy hogy izé, hogy hát itt van nekünk a geoengineering, ugye geomérnökség, és próbáljuk meg mesterségesen csökkenteni a Föld hőmérsékletét. Ugye például ilyen fölmerülhetne. Tehát az a kérdés, hogy attól, azt akarom csak mondani, hogy attól még, hogy valami természetes folyamat, attól még abból egyrészt egyáltalán nem következik, hogy az nekünk jó mert a Amsterdamot akkor is elmossa a víz, hogyha sokat emelkedik a vízszintért, tehát ha ez egy természetes folyamat, akkor is tennünk kellene valamit, tehát akkor is meg kell fékezni. Tehát, tehát valamit, valamit tenni kell, tehát egy kicsit meddőnek érzem a vitának azt a részét, vagyis szükségtelennek érzem igazából a vitának azt a részét, ami azt mondja, hogy, hogy, hogy most izé vitassuk meg, hogy mennyiben az emberek okozzák, amikor abban aztán tényleg semmiféle vita nincs, hogy ezek a folyamatok léteznek, és hogyha ezeket a folyamatokat kiextrapoláljuk, akkor az katasztrofális következményekhez vezet. Tehát, tehát én szerintem akkor is be kéne avatkoznunk, hogyha ez egy full természetes folyamat lenne, azért, hogy a saját fajunkat, meg ökoszisztémánkat próbáljuk megtartani olyannak, amilyen. De hát ez nem egy trivialis kérdés. Erről mit gondoltok? Én teljesen egyetértek veled ebben, Miklós, és pont ki is akartam erre térni, hogy felesleges azon vitatkozni, hogy most ez egy mesterséges folyamat, egy természetes folyamat, vagy egy vegyes folyamat. Itt, itt azt elfogadtatni az emberekkel, hogy klímaváltozás van, és ez nekünk rossz. A Földnek nem, a természetnek nem, az szépen regenerál, regenerálódni fog, ugyanúgy, ahogy megtette eddig is. Mi viszont nem. Igen, tehát lehet, hogy a cuki jeges medvék helyett egyébként cuki másmilyen állatok fognak élni, de az életet, mint olyat, noplán -e a bolygót, azt nyilván nem fenyegeti veszély. ugye? Persze ez egyébként akkor is felmerül kérdésként, amikor amikor bizonyos fajoknak, a, a veszélyeztetett fajoknak a a túlélésért küzdünk, amikor ugye szintén mondhatnánk, hogy miért akarjuk megmenteni ezt vagy azt a fajt, amikor a legtermészetesebb dolog az elmúlt néhány milliárd évben, hogy fajok tűnnek el, és fajok jelennek meg. Erre mondják, hogy most egy új, egy, egy különösen erős kihalási hullám van. Természetesen egy mérési torzítás is van, mert soha nem ismertünk annyi fajt, mint manapság. Tehát a régi, a paleontológusok, csak a jéghegy csúcsát látják abból a néhány leletből, amit ki tudnak kaparni például 10, 20, 30, 40, 50, 60 millió évvel ezelőttről. Tehát igazából gőzünk sincs arról, csak, csak becsléseink lehetnek, hogy mennyire volt például változékony a földi élet, hány faj létezett a krétakorszakban. Például, mit tudom én, hogy nyilvánvaló, hogy ez, ez csak tippelni tudjuk, akkor a most élő fajok közül is kb. heti szinten fedeznek fel újjakat. Tehát, tehát ugye nyilván, és egyébként egyébként ez a mérési torzítás, meg az extrém klímák hatása, most egy kicsit magunk ellen beszélek persze, az, az ugyanúgy benne van ebben, hogy nyilván arról az időszakról vannak nekünk tisztességes globális adataink, ami gyakorlatilag az űrkorszak. Tehát az 1900, mondjuk 60-as évektől kezdve van az a csodálatos állapot, hogy, hogy léteznek műholdak odafönt, amik gyakorlatilag egy globális lefedettséget tudnak biztosítani például arról, hogy milyen a felhőborítottság, vagy hogy milyen a csapadékmennyiség. Ugye azelőtt különösen a Földünknek a kétharmadát beborító óceánok fölött nagyon-nagyon sporadikus adatok voltak, és ahogy minél inkább megyünk vissza az időben, annál inkább a mérési adatsorok a 18. századba, vagy még annál is régebben, az már csak egy-két hely van a világon, ahol konkrétan emberek hőmérőkkel valami miatt feljegyeztek adatokat, például ebből az egyik egyébként a Clementinum csillagvizsgáló Prágában, ahol valami miatt egyébként a 18. századtól kezdve naponta fölírták a hőmérsékleteket, meg, meg egyébként uh, Angliában is, Hol máshol persze, a briteknél is van még néhány ilyen hely, de, de, de hát semmi adat, és akkor onnantól ugye minden rekonstrukción alapszik, ami, ami persze hát, meg ilyen paleoklima adatokon, jégfuratokon, stb. stb. Ugye nagyon nehéz látni a dolgokat, például pont ez, hogy most több többe a hurikán, többe a hurikán, mint 200 éve. Hát franc se tudja, hát nincs róla adat, komolyan. Tehát az, hogy a Csendes óceánon eleve alig lakik valaki, műholdak nem voltak, tehát most ilyen izé, né, ap, apró szigeten lakó törzsek sporadikus beszámolóiból kéne kitalálni, hogy mondjuk ha mennyi tajfun volt ott. Hát ezt nem, nem tudjuk kitalálni. Ugye nehéz, nehéz dolgunk van emiatt. Viszont egyébként az, hogy most természetes hogy mesterséges, ezt, ezt egyébként ar erre csak azt tudom mondani, hogy a, volt egyszer egy, egy föltörténeti korszak, amit úgy hívtak, hogy pliocén, és abban volt egy úgynevezett pliocén optimum, ahol egyébként a mostaninál sokkal magasabb hőmérsékleten stabilizálódott a Földnek az éghajlata, de az volt az érdekes, hogy mint egy, mint egy két millió éven keresztül tök stabil volt az éghajlat. Tehát ez azt jelenti, hogy nem voltak jégkorszakok például. Nagyon-nagyon stabil éghajlat volt, aztán mozogtak a kontinensek, átrendezettek az áramlások, stb. stb. És akkor nagyjából olyan három millió évvel ezelőtt kezdődött, és igazából olyan másfél millió évvel ezelőtt teljesedett ki az a, az a helyzet, ami a, ami, ami a jégkorszakok és glaciális és interglaciális, tehát jégkorszak és nem tudom nem jégkorszak között ö, időszakok változását hozta maga után, tehát valami miatt egy érzékenyebb állapotba váltott át a klíma olyan másfél-két millió évvel ezelőtt. Onnantól kezdve sokkal nagyobbak a kilengések, tehát ha az ember megnézi például a, a hőmérsékletre vonatkozó rekonstruált adatokat, amik az orosz vostok antartiszi bázis közelében kiszedtek az emberek, ugye jégfuratokból, és akkor a ott most nem tisztázandó módszerekkel ki lehet találni, hogy hogyan alakult a, a hőmérséklet ingadozás az elmúlt néhány millió évben, és akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag szinte semmi ingadozás nem volt ebbe a pliaci, pliocén korszakba, és akkor egyszer csak olyan két, két millió, hát mondjuk három millió évvel ezelőtt bekapcsol, valami másik állapotba átkerült a rendszer, és akkor elkezdett egyre nagyobb vingadozásokat produkálni, és akkor ez mostanra, mostani állapotra oda jutott, hogy tényleg nagyjából százez, százezer évente követik egymást a jégkorszakok. De azelőtt nem volt ilyen. Tehát, hogyha a pliocénba élek a gyanúperrel, hogyha a pliocén stabil állapot idején pumpáltunk volna tele ugyanennyi szén-dioxidot az atmoszférába, akkor meg se nyekkent volna. Tehát el, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy már bőven az emberiség megjelenése előtt a Föld természetes folyamatok útján átkerült egy olyan állapotba, ami sokkal érzékenyebb a kis, kis beavatkozásokra, mint a korábbi állapot. Tehát ez egy sokkal instabilabb állapot, és mi erre az instabilabb állapotra, amit kicsit úgy lehet jellemezni talán, mint hát. Na talán kicsit túlzó ez, de mintha egy, igen, igen, egy fölállított seprűnyél. Tehát ugye korábban a pliocénban egy lefektetett seprűnyél volt a klímaállapota, most egy fölállított seprűnyél volt a klímaállapota, és az, az, igaz, hogy amit mi csinálunk, az ahhoz képest nem valami nagy szusz, de az a pici meg amit az emberiség hozzátesz ehhez a dologhoz, az most tök más állapotban rendítheti át. Három millió évvel ezelőtt meg se kottyant volna neki, tehát ilyen értelemben szerencsétlen Hát időpontban alakult ki az emberiség, ha úgy tetszik. De, de ez van, tehát természetes és antropogén folyamat együtt. Ha nem lenne ilyen érzékeny állapotban a klíma, akkor az antropogén hatás nem lenne ilyen jelentős. Tehát ez van. Legyen tudatos az ember érintettsége, és legyen tudatos az, ezt a változásnak a, a nagyon gyors lefolyását az bizony nagyban köszönhetjük a mi tevékenységünknek is, és bizony ennek ára van, és bizony ezt nekünk meg kell fizetnünk. De ugye az a kérdés, hogy hogy? A környezetvédelem az mint mondjuk műanyag szívószál sincs már, meg ételhordó, hanem ha ilyen speciális lebomló anyagok vannak. Az emberek számára sokkal jobban megfogható, és az kedvencem az, amikor szólalnak ö, olyan emberek mondjuk a klímaváltozás miatt, ö, hírességek, meg, meg, meg ö akár sportolók, akár színészek, vagy akár bárki, aki, aki, mondjuk nem tudom, naponta vagy hetente több száz, vagy több ezer kilométert repül repülővel, kinek mondjuk nem tudom, egy Hammerje van egy Prius helyett, szóval, hogy, hogy valójában ezek nagyon álszent dolgok. Tudom szelektíven gyűjteni a, a, hulladékot, és ezzel úgy gondolom, hogy, hogy legalább egy kismértékben hozzá tudok járulni, hogy az óceán közepén lévő szemétsziget az, az előbb-utóbb ne, ne legyen ott. De, de a klíma miatt nem tudok mit tenni. Mondjuk tömegközlekedéssel járok, és nem autóval. De, de hogy egyébként de mit szabult. tegyek? Tudsz, szerintem tudsz. Na és akkor erről beszélgessünk. Igen. Mit tudunk mi a hétköznapjainkba tenni azért, hogy, hogy ne csak a népszerű és trendi környezetvédelmi témákban mutassunk egy kis, hát nem is tudom mit, érzékenységet, vagy, vagy, vagy Akarjunk tenni az ellen, hanem a klíma a klímaváltozás, vagy a klímaváltozás ütemények csökkentése érdekében is tegyünk valamit a hétköznapjainkban. Pont a napokban hallgattam a rádiót, egy hírességnek egy korábbi itteni koncertjéről, egy énekesnek a koncertjéről akart beszámolót adni a rádiós műsorvezető, és ugye nagy lelkesen kezdte, hogy bemondta a dátumot, hogy ekkor és ekkor. Utazott ide hozzánk, és kapásból úgy kezdte, hogy egy Boeing valahányas repülőgéppel, tehát egy, egy hatalmas, nagy repülőgéppel, és ott szépen elmondta, hogy hogy repült ide, hány embert hozott magával, autókkal, jöttek, mit tudom én, és, és, és ugye ilyen nagy lelkesen előadta a szegény műsorvezető, én meg csak arra tudtam gondolni, hogy te jó ég ez, a, ez az ember, ez a híresség, ez mekkora karbonlábnyomot hagyott ezzel maga után, úgy, hogy ugye fél Európát körberepülte, mert ugye koncertturnét tartott, és így gondolkodtam, hogy basszus, ez az nagyon durva. Tehát, hogy tényleg gondoljunk abba bele, hogy egy Boeing-el így, így körberepüli Európát, amit ő használ egyedül. És közben meg utána kiáll és interjút ad arról, hogy hát igen, legyünk klímatudatosak. Igen, most azt nem tudom, hogy ez az adott híresség mennyire szokott ilyeneket. De ez általános. Nem. De igen, tehát ők, ők ugye így, így, most tényleg nem akarok senkit se bántani, de, de tényleg sokan vannak így, hogy na, beállunk egy ilyen, ilyen népszerű dolog mögé, mert ez, mert ez népszerű. Tehát, ja, igen, a másik kedvencem, ugye van, vannak az éves koncertek, ilyen hí hírességeknek a rendezvénye, hogy több-több híres énekes oda jön, és akkor kifejezetten ez, ahogy a földért, tehát, hogy, hogy fölhívják a figyelmet, hogy a földért kell tenni, és akkor ugyanez a kategória, hogy, hogy eljönnek oda énekelni, meg ott felszólalni, de gyakorlatilag 10-ből 9 az, az, magánrepülővel, és rengeteg autóval, és, és mi egymással megy oda, és akkor hát karbonlábnyom, lábnyom, de azért közben énekeljünk egyet a földért. Igen. Igen, ez, ez, ez jellemző nagyon, ez jó, jó példa erre az egészre, amikor az van, hogy ilyen tényleg ilyen, bűntudat tapaszok ezek, vagy valamiféle ilyen, de még tüneti kezelést se nyújtanak, csak az elkényelmesedett észak-nyugati emberek, most értem itt az észak-amerika és Európának a lakosságait, a lakosságát, akik hát valamelyest ugye tudatára ébredtek annak, hogy itt hát mintha égne a háztető, és akkor kéne tenni valamit, és akkor bizony hú, most tettem valamit, mert adakoztam a nem tudom milyen alapítványnak azért, hogy mentsük meg a jegesmedvéket, vagy mit tudom én mi, és akkor másnap megvásárolnak egy bazi nagy plazmatévét. És mi ezzel a probléma, hogy hát egyértelmű, hogy ez a széndioxid, ami oda kerül a légkörbe, az az a gazdasági termelésünk következménye. Ezt a problémát szerintem és akkor itt, 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 itt függ össze minden mindennel, ugye természetesen a gazdaságunk működése azon alapszik, hogy egyre többet termeljünk. Hát nem véletlen, hogy exponenciális ütemben növekszik, ezt próbáljuk mostanában mérsékelni, ugye, de nagyon sokáig lényegében az ipari forradalom óta exponenciális ütemben növekszik, két dolog. Egy, a légkörbe pumpált szénőszid mennyisége, kettő, az emberek mennyisége a bolygón. Nyilván a két hatás egymást gerjeszti, nyilván, mert jó lét van, többen, töb többen tudnak megszületni, ugye. Aztán ez, ez késéssel történik nyilván, hiszen tudjuk, hogy a szaporulat az jel, vagy, vagy hogy mondják, természetes szaporodás az azokban, ezt így, azt hiszem, ez a helyes kifejezés, az azokban az országokban a, a legnagyobb, amelyek nem a leg, hogy hívják a bak, legtehetősebbek enyhén szólva, hanem inkább a tehát legleszakadottabbak, de az egész az vég, végül is abban gyökerezik, hogy hogy a gazdasági termelésnek folyamatosan növekvő pályák kell lennie, mert ez, egy, mert ez a gazdaság, ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen dinamikus egyensúly, tehát olyan, mint a biciklizés, tehát hogyha nem megy, akkor, akkor, akkor felborul. Tehát, hogy... Jó, de hölgyem, uram, hát akkor bocsánat, én még mindig nem tudom, hogy akkor most az a dolgom nekem, mint állampolgárnak és a földön lévő élőlénynek, aki tehet, akár tehet a klíma katasztrófa ellen, hogy nem veszek új tévét. Igen, pontosan. Tehát, hogy ne vegyünk, ne vegyünk fölösleges cuccokat. Tehát én szerintem a, 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 az egy nagyon, nagyon rossz dolog, amit itt csinálunk nyugaton. Ugye mik a legfőbb szén-dioxid kibocsátó iparágak? Hát egyrészt ugye autóipar, természetesen elektronikai ipar, na, nah, ruházati ipar, meglepően előkelő helyen, azt hiszem a második legnagyobb olyan iparág, aminek a legnagyobb a szén-dioxid lábnyoma. Instag Instagram celeb kírja, hogy képzeljétek, most olyan izé, O olyan challenge-be vagyok, hogy már három hete nem vettem új ruhát. Érted? És akkor azt hittem, rosszul látok. Tehát, hogy ezek olyan kort Tehát másfelől azonban bazi nehéz, mert mi itt a, a Föld bolygó legszerencsésebbnek tekinthető területeiről könnyen osztjuk az észt. Nyilván ugye az a nehézség, hogy közben meg ott vannak ezek az éhező harmadik világbeli országok, akiktől egyszerűen etikailag nem tagadhatod meg, hogy, hogy a, fejlődés a fejlődést, jogát. és hogy nyilván akkor nekik vásárolniuk kell, és, és, és persze, és tehát nyilván erről van szó, de még így is szerintem a szén lábnyoma az, az úgynevezett fejlett országoknak messze a legnagyobb, és, és nagy nagyrészt saját maguk költik el azokat a javakat, amiket megtermelnek, tehát, tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy például miért kell minden két évente új okos telefont venni? Tehát, vagy mit tudom én? Tehát, hogy, hogy ezek, ez egy alapvető szemléletbeli dolog, amit persze nehéz megfogni, és hogyha ezt mondod, hogy oké, szeretjük a jegesmedvéket, izé, szívesen adakozok a Greenpeace-nek, vagy én nem tudom milyen, akár sötétzöld szervezetnek, mit tudom én, havonta tízezer forintot, és akkor hú de sokat tettem a bolygó érdekében, de hogyha ugyanennek az embernek azt mondod, hogy hát figyelj, tehát tulajdonképpen az életmódunkat kéne átállítani arra, hogy, hogy, hogy ne termeljünk ennyi szart, tök fölöslegesen, amitől tele lesz a levegőszén széndioxiddal, meg tele lesz szemétel az óceán, akkor már azért nem lesznek annyira lelkesek, és akkor ez vissza, vissza kezdeti problémához, hogy persze a politikusok meg ezeket az embereket szolgálják ki, meg a gazdaság ezeket az embereket szolgálja ki. Tehát minket. Valószínűleg a 10 forint átutalásának nagyobb a karbonlábnyoma, mint amennyit a vala 10 forinttal tudnak hát tenni Remélem, mennyire nem rossz a helyzet, de, 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 a hatása az mindenképp egy, egy... Konkrétan arra jó, hogy elhessegesse az adott felhasználó bűntudatát, hogy ma is szelektíven gyűjtöttem a hulladékot, és akkor annál nagyobb vehemenciával vesse bele másnap magát a karbonlábnyomának növelésébe. Most ezt nyilván én is ilyen vagyok, érted? Tehát most nem azt mondom, hogy én itt leszálltam a mennyből és osztom az észt, hanem ez egy ilyen kollektív probléma, amit gondolkodás. Na, és itt jön az iskola, és itt van Claudia, aki földrajztanár, hogy, hogyha valahogy az iskola nem azt tanítaná meg, hogy, 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 izé, hogy mennyi bauxitot, és hol, tehát, hogy itt tudom én, hol, 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 hol meccseki kőszén ki, kitermelésének fő helyei, amiket az ember egyébként fél perc Wikipédia googlizás után meg tud szerezni, tehát lényegében használ, használhatatlan tudás, hanem valami olyan szemléletet tudna adni, ami ilyen jellegű gondolatokra sarkalja a következő generációt, azzal például baromi sokat tudunk tenni, és kérdezted, hogy mit tudunk tenni. Arra mondtam, hogy a francban ne tudnánk tenni. Itt van Claudia, aki földrajztanár. Ő neveli ki azt a generációt, aki akkor lesz felnőtt, amikor ugye ez a kritikus 2050-es év eljön. Amikor persze már tök késő lesz. <laughs> Oké, de ez nem csak egy ilyen áttolt probléma, hogy, hogy jó, jó, hát akkor tegyünk valamit, mi a megoldás. Ja, hát akkor a tanárok ne, tanítsák meg, ne, hogy mit kell tenni. Nem, nyilván az már késő, ezt mondom, persze, az késő, meg itt van Ádám, aki csinálja a Parallaxis Podcastot, ugye? Hát ezt, ezt hallják emberek, ugye? Hát ezért tettél valamit. Most na akkor most, elgondolkodnak valamit. Na most hadd had szóljak közbe, ha már itt a fiataloknak a kiműveléséről van szó. Nem tudom, ha... Védd meg a tanítók becsületét. Nem, 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 nem erre akarok kitérni. nem akarom megvédeni, mert látom azt, hogy, hogy sajnos sokan és azért a klímaváltozás az, az, az kezdhető ott, hogy alsós környezet, Óra. A környezetvédelem is egy olyan dolog, ami, ami egy csomó, azt gondolom, hogy egy, egy tanterv, vagy egy, vagy egy szakemberek által összeállított, mondom, tök mindegy, hogy hívjuk, hívjuk tantervnek, az, az alkalmas lehet arra, hogy, hogy generációkat úgy neveljen ki, hogy egyrészt érzékenyebbé tegye őket a téma iránt, másrészt meg, meg olyan apróságokat, olyan dolgokat sajátítsanak el, amik, amik aztán később csökkenthetik ezt a hatást. De sz szerintem ez különben tök jó lenne. Most nyilván itt ne álljunk le azzal vitatkozni, hogy na már megint egy plusz óra, tehát mondjuk nyilván nem mondjuk heti öt foci kellene, hanem, hanem, ilyen, ilyet sokkal hasznosabb lenne. Na most, amit még én mondani szerettem volna, ha már a következő generációról beszélünk, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de felmérések szerint a mostani tehát a tőlünk egyel fiatalabb, ugye ez a Z-generáció, tehát ez, akik most ilyen 20 körül vannak, van egy ilyen fogalom, hogy klíma szorongás. Nem tudom, ezt hallottátok-e ezt a kifejezést? Én még nem. Ilyen az, ami a Greta Thunbergnek van. Vagy hát azt nem igazni? tudom, azt nem tudom konkrétan, de mármint hogy, hogy ő nála, hogy, De szerintem, különben valamennyire igen. Tehát hogy, hogy érzi azt a fiatalabb generáció, hogy bizony itt, itt a klímaváltozás az az ő életére, és ki fog hatni még hozzá negatívan, de nem tudja, hogy mit csináljon, mert úgy érzi, hogy, hogy ő neki már mindegy. Tehát hogy, hogy nem biztos, hogyha ő már tesz valamit, akkor az az hatásosnak bizonyul, és, és tényleg egy ilyen szorongásos jellegű érzés van miatta, tehát, hogy hogy körülbelül azt kell elképzelni, hogy, hogy, hogy na, ha én felnövök, akkor vajon felborul-e a, a klíma, és úgymond jön-e a világ vége, vagy vagy, 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 esetleg még nem, és csak majd az én gyerekeimnek az idején fog jönni. De igazából ez ugyanolyan, mint elültetni egy fát, ha elültetek most egy fát, adnak mondjuk a gyümölcsét, nagy valószínűséggel, jó, persze most torzítva, de csak a gyerekem, meg majd az unokám fogja élvezni. Tehát, hogy, hogy azért látsz, látszik, hogy... hogy talán még nagyobb hatást gyakorol ezek szerint ez a klímahelyzet a, a friss fiatal felnőtt generációra, mint a, mint a 30-as, 40-es korosztályra, akik viszont a 90-es években is viszonylag aktív, vagy legalábbis már tudatos szemlélői, vagy tudatosabb szemlélői voltak a világnak és a, mondjuk a klímahelyzetnek, vagy a környezetvédelemnek, tehát hogy így általánosságba véve. Azt veszem észre, hogy, hogy azért bármennyire is szokása egyel vagy kettővel felettebbi generációnak, Sydney, a fiatalokat, tehát ugye, mondjuk minket is szittak a, a mi szüleinknek a generációja, a mi szüleink generációját szittek a nagyszülőknek a generációja, mi szítjuk a mostani fiatal generációt, azért azért látom azt, hogy hogy ők is hogy mondjam, odafigyelnek ezekre a dolgokra, és, és érzik azt, hogy hogy baj van, és esetleg megpróbálnak ellene tenni. Igen, és egyébként egy jó analogia volt ez a, ez a magos dolog, mert tele, hát az időbe telik, mire ki, ki kell a mag, meg íze, kinő a fa, meg, meg lesz a gyümölcs, meg különösen jó analógia, mert például a faültetés az egyik dolog, amivel lehetne valamit kezdeni, amit ugye az emberek meg tudnak tenni, és el tudnak képzelni valamit. De egyébként az a baj, hogy tényleg ezeket a magvakat, ezeket valahogy a 60-as, 70-es években kellett volna jobban elültetni, és egyébként arra hívjuk fel a figyelmet azért még, hogy talán trivialitás a hallgatóinknak, de talán nem, hogy, hogy sajnos itt a rendszernek van egy bazi nagy tehetetlensége, tehát hogyha holnap után nullára csökkentenénk a széndiokszid kibocsátást, akkor azzal 2050-re mondjuk úgy, talán úgy akkor jobb lenne a helyzet. Tehát mindenképp elkerülnénk azt a pályát, ami most vagyunk növekvő pályán, de, de nem állna hirtelen vissza valami vágyott eszményi állapotban a dolog. Ugye itt több évtizedes regenerációs skála van, és egyébként az a vicc, és azt kell megérteni, hogy, hogy minél inkább tovább várunk, annál lassabb a regeneráció, ha egyáltalán lehetséges, mert aztán van egy olyan kritikus küszöbérték, és akkor ezt szokták úgy megjelölni, hogy a másfél-két fokos növekedés, amit a jelenlegi prognosztika szerint, hogyha ugyanúgy folytatjuk, ahogy most, akkor, akkor simán elérünk 2050-re, akkor már egy olyan állapotba kattan át a rendszer, amikor már lényegében visszafordíthatatlan, és nagyon-nagyon hosszú távon visszafordítható, több évszázados távon visszafordítható következmény keletkezik. Tehát itt nagyon sok idős kellen kell gondolkozni. Mit tehet mégis ez az új generáció, aki már azért szorong valószínűleg, mert úgy gondolja, hogy készen kapott egy olyan helyzetet, ami ellen nem tehet semmit. Ugye? Hiszen pont emiatt, hogy most már ők lemaradtak. Most akkor mi van? Most már így is, úgy is el van cseszve. Azért, ne, azért nincsen elcseszve ennek az új generációnak szerintem, és a miénknek is persze, de az újaknak is marad még tenni való nyilván. Az lesz a fő dolga, hogy próbáljunk meg egy olyan megoldást tervezni, ami nem vezet egy világháborúhoz. <laughs> Tehát a gazdasági rendszer átalakítását mondtam, hát ez elkerülhetetlen lenne, ameddig szén-dioxid alapú az egész. Most akkor azt kéne megoldani, hogy olyan új módszereket kéne kitalálni mind a gyártás technológiában, mind az energiatermelésben, mind a közlekedésben, stb. 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 amik ezt nem bocsátják ki. Annak az alternatívája az egy olyan dolog lenne, hogy egy másik gazdasági rendszerre kellene átállni, ami persze tudjuk a történelemből, hogy az mindig forradalmak és véres összecsapások során szokott uh, megtörténni, amit most nyilván szeretnénk elkerülni. Tehát azok az emberek, akik most elmennek, hogy, hogy új energiatárolási lehetőségeket, új úgymond zöldebb energiatermelési lehetőségeket kutassanak, vagy ezeken dolgozzanak, azok nem csak a jegesmedve megmentésén ért tesznek sokat, hanem azért is, hogy elkerüljünk egy egy, hát egy globális összecsapás tulajdonképpen az emberisége különböző részei között. Szóval szerintem ez, ez, úgy hangzik, mint valami túlzó dolog lenne, vagy, vagy hatásvadász, de én ezt tényleg így gondolom, hogy így van, és ezért aztán nagyon fontos, hogy, hogy ezzel tisztában legyen minden jelenleg a bolygón élő generáció. A műsoridőnk nagyon-nagyon a végéhez közeledik, ezért így záró kérdésnek engem nagyon érdekelne, hogy ti mit tesztek, akár a környezetvédelemért a hétköznapjaitokban, vagy akár a, a klímaváltozás extrém hatásainak megelőzése érdekében? Hú, erre gyorsan egy, egy sztorit hadd meséljek el. A héten autómentes nap volt, hát, ha jól emlékszem, talán szerdán, és ugye szerettük volna a gyerekeket erre rá vezetni, és hogy aki csak tud, az jöjjön, hát vagy tömegközlekedéssel, de leginkább biciklivel, rollerrel, sajnos aztán esett az eső, úgyhogy nem tudtuk őket versenyeztetni, és bejött minden osztályba, bejött az igazgatónő, és ugye felmérte, hogy hát ki mivel jött ma iskolába, és ugye ott a gyerekek nagy lelkesen jelentkeztek, hú, én most gyalog jöttem, fú, én most busszal jöttem, én rollerrel, én biciklivel, és akkor rám nézett az igazgatónő, és, és te, Dianéni, te mivel jöttél? És akkor én ott súnyogtam, hogy hát én kocsival jöttem. Úgy, hogy, és a gyerekek néztek rám csúnyán, hogy de hát néni autómentes nap van. Én meg húztam össze magamat, hogy hát én ezt így elfelejtettem, hogy autómentes nap van. Úgyhogy ez így, ez így vicces volt, különben amit amit én csinálok a, a, az egyik a, a hát ugye a selektív hulladék gyűjtés, azt próbálom, szerencsére most már ugye falon is vannak erre nagyon jó lehetőségek. Tehát elmondom, hogy nálunk hogy van. Ö, nincs ilyen külön ö, ilyen kuka, olyan kuka, olyan kuka. Papírt külön gyűjtök, gyűjtjük, és az iskolai papírgyűjtésre szoktuk leadni. Aztán komposzt, tehát ami ilyen, ilyen étel hulladék, és nem a kutya eszi meg, akkor az, az komposzt. Úgyhogy ennyi. A ruháknál, ugye erről is itt beszéltünk, ott pedig... Ö, tehát én ugye ajkai vagyok, és itt nyílt egy, vagy hát indult egy ilyen nagyon jó rászorolóknak egy, egy ilyen kis csoport, rászorulókat segítő csoport, úgyhogy én például a ruháknál ami, ami olyan, hogy jó minőségű, de már mondjuk nem hordom, azt ö, oda szoktam eladományozni, illetve tényleg ami olyan dolog, hogy el tudom adományozni, nem csinálok belőle pénzt, hanem, hanem inkább eladományozom, és akkor tényleg aki, aki rászorul, annak jó lesz még. Ja, én, én csak cincszolgálom, persze nyilván szelektív ezeket mi és aztán mit tudom én, nem autó, ne, gyakorlatilag nem veszünk ilyen kütyüket, meg ilyesmiket, tehát, hogy mit tudom én. 15 éves iPad-del, meg ilyesmi, tehát, hogy jól, jól el vagyunk, és uh, micsoda, a roller. <laughs> De a fő, 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 csapás irány az az, hogy hát a, uh, hát a munkahelyen próbáljuk megérteni közben, hogy hogy van ez a klímaváltozás, és hogy tényleg, hogy van. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy mi, már mint ott a kutatócsoportban, akkor segítünk igazából a legtöbbet, ezen állampolgári kötelességek mellett, hogyha egyrészt beszélünk róla, hogy mi van, másrészt megpróbáljuk megfejteni, hogy, hogy hogyan függnek össze a dolgok. Ez az én kis hozzájárulásom a témához. Mennyire nevelitek, vagy nevelnétek, vagy mennyire fogjátok nevelni környezettudatosságra a gyerekeiteket? Hát én, én nagyon tervezem azt, hogy, hogy minél inkább környezettudatosra ö nevelem majd. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a saját tanítványaimat is igyekszem, mind a, mind a hittanórán, mind ugye földrajzon, meg természetismeret órán is. Rövid válasz, én is. <laughs> mondjuk nem a környezetismeret órán, de, de tehát, hogy igen, én is igyek, mi is igyekszünk így nevelni a következő generációt. Műsorunk végén még nagyon röviden, Miklós, egy nagyon izgalmas beszélgetésen vagy túl a szokolébresztőben. Kérek röviden foglald össze, hogy miről szólt az a beszélgetés, amit, ahol azt vizsgáltátok, vagy arról beszélgettetek, hogy bizony a holdra lépő apoló űrhajósok tekintetében nagyobb a kockázata az érész-szív rendszeri megbetegedéseknek. Igen, ezt jól összefoglaltad, tehát ez a kettővel ezelőtti szokolébresztőben hangzott el, ezt vissza lehet hallgatni, ez a 114. adás volt, amikor még Floridában voltam, és akkor ott beszélgettem Michael Del orvos professzorral, aki valóban erre következtetett. Nagyon kevés ember járt a Holdon és a Hold körül, összesen 24 ilyen volt, és ekközül a 24-ből nagyon sokan, vagyis hát nem nagyon sokan, csak a vártnál, vagy a más embercsoportokkal csoportokkal összevetve sokkal többen hunytak el szív- és érrendszeri dolgokhoz köthető megbetegedésekben, úgyhogy hát ez egy ilyen érdekes dolog, de ugye kevés a minta, mert 24 az kevés ember, meg eleve mivel vetjük össze, hiszen ezek nem egy átlag emberek voltak, hanem hanem ilyen makkegészséges szuperűrhajósok. Tehát akkor van -e ebben a dologban a mérési torzítás, mit mondanak mindenről a patkány és egérkísérletek, stb. stb. Nagyon érdekes beszélgetés volt, úgyhogy akit érdekel, az hallgassa vissza a 114. szokolébreztőt, ez is megtalálható természetesen a Parallaxis Univerzumban, a parallaxis.emtv.hu felületről elindulva. Claudia Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az izgalmas témát, bár egyben kicsit szomorú témát közösen megbeszéltük, viszont a ami következik majd október 14-én, az a mag című film kibeszélője, amit tényleg már tűkön hogy végre megtörténjen, már, már négy éve várom ezt a, ezt a pillanatot, hogy végre kibeszéljem a világ legtudománytalanabb filmjét, aminek minden szava, arany és, és tényleg be kéne keletezni. Úgyhogy ezzel jövünk majd október 14-én itt a Paralaxisban. Claudia Miklós nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgető társaim voltatok, a kedves hallgatóknak pedig, hogy meghallgattatok minket, a Miklós által is elmondott parallaxis.mtv.hu központi oldal címünkön, mindent-mindent megtaláltok, úgyhogy nem is sorolom föl, inkább csak elbúcsúzok, kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.